Hiába drukkoltak a baloldaliak, megint összejött a nyugdíjkiegészítés. Na, nem mintha segítettek volna abban, hogy az uniós források kényelmesebbé tegyék a költségvetést, de a kormány így is tartja a szavát, ami persze a globalisták számára furcsa lehet. Már is kezdünk. Tisztelet! Az állam fenntartja a nyugdíjasok biztonságát. Erőpolitika. Elfogadhatatlan a migránsok kvóták szerinti elosztása. Fejfej mellett. Szoros küzdelem várható a szlovák választáson. Jó estét kívánok, ez a Vezércikk, a műsor, amelyben megígértük, hogy minden hétköznap este itt leszünk önökkel, és ezt be is tartjuk. M. Kovács Róbert vagyok, és már is mutatom, kikkel beszélgetünk elsőként ma arról, hogy vélhetően a kormány nyugdíjkompenzációra tett ígérete a miénknél valamivel nagyobb erőkifejtést igényelt. Máté Zsuzsa, aki szerint fontos lenne a közép-európai józan gondolkodás egyben tartása a régió államainak együttműködésével. Deák Dániel, aki bízik abban, hogy a magyar érdek megjelenik a szlovákiai választások eredményében. És Rákai Filip, aki pár éve még nem gondolta volna, hogy valaha is Robert Fico sikerének örülne egy szlovákiai választáson. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük akkor a tegnap bejelentett nyugdíjkiegészítéssel, amellyel kapcsolatban a kormányfő mai rádióinterjújában elárulta, hogy nem volt kis kihívás betartani az időseknek tett ígéretet, de hát az adott szó az kötelez. Lássuk. Első pillantása azt mondanánk, hogy a költségvetés nem engedheti meg magának a nyugdíjkiegészítést, fogalmazott Orbán Viktor. Azt viszont nem lehet megtenni tisztességes, munkában megőszült emberekkel, hogy mégse kapják meg a nyugdíjat. A Gyurcsány korszakban elvettek egy havi nyugdíjat válság idején, mi viszont adunk a nyugdíjasoknak, húzta alá Orbán Viktor. Kiemelte, hogy megőrizték a nyugdíjak értékét, és eszükbe nem jutott, hogy visszavegyék a 13. havi nyugdíjat, ahogy a baloldal tette, amikor kormányon volt. Miután Brüsszel lassan 3 éve tartozik a nekünk járó pénzekkel, miközben mi teljesítjük a befizetéseinket, lényegében szerintem mindenki sejti, hogy a költségvetés, hogy pestiesen fejezzem ki magam, kicsi kifeszített. És hát láttunk már ilyet az elmúlt 30 év történelmében, de az alapvető különbség ott van, hogy a korábbi baloldali kormányok az ilyen helyzeteket mindig megszorításokkal kezelték, hát az Orbán kormánynál pedig erről szó sincs, sőt a betartott ígéretet, vagy az ígéretet azt be is tartják. Igen, tehát ugye az a helyzet, hogy nagyon komoly inflációs nyomás volt az elmúlt időszakban, ezt mindenki érzékelte, aki jár boltokba, és hát ezt a nyugdíjasok is egyértelműen érezték. És most értünk el nagyjából szeptember környékére ahhoz a ponthoz, hogy azért most már érezhető mértékben csökken az infláció, ugye évvégére jóval 10% alá megy, és jövőre is most már az a várakozás, hogy legfeljebb ilyen 5-6%-os infláció lehet, azért ez egy jelentősen alacsonyabb mérték, mint amit korábban tapasztaltunk. És ezzel párhuzamosan jön a nyugdíjkorrekció, és azt is lehet most már látni, erről is beszélt egyébként a miniszterelnök a reggeli interjúban, hogy a reálbér emelkedés is kezd visszajönni. Ez azt jelenti, hogy nagyobb mértékben nőnek átlagosan a bérek Magyarországon, mint amilyen mértékben nőnek az árak. Tehát most kezd normalizálódni a helyzet, egyértelműen a nyugdíjasok esetében is lehet azt látni, hogy megtartják szinten, tehát reálértékükön a nyugdíjakat, ami egy nagyon komoly eredmény, mert hát emlékszünk arra, hogy 2015 nem ez volt a helyzet, akkor is volt egy világgazdasági válság, és rögtön a spórolást hol kezdték, elvettek egy havi bért, elvettek egy havi nyugdíjat, és onnantól kezdve a családok gyakorlatilag tönkrementek abban a helyzetben. Tehát az én családom is emlékszem, hogy közalkalmazottak voltak, volt nyugdíjas a nagyszüleim, és hát nagyon komoly kiesés egy havi bér vagy nyugdíj, és hát az teljesen más hozzáállás volt. Ezért is, hogy is mondjam, kicsit nevetséges azt nézni, amikor Gyurcsány Ferenc arról beszél, ugye a parlamentben, hogy hát, hogy szociáldemokrata kormány kell, Dobrev kormány kell Magyarországnak. Szerintem a nyugdíjasok egy ilyen nyugdíjkiegészítés után nem ezt gondolják. Hát azt is elég érdekes nézni egyébként, hogy a baloldali média próbálja feszegetni ezt a
kormányfői bejelentést, miszerint lényegében egy másfél havi fizetés fog jönni, nyugdíj érkezik majd novemberben, és most számolgatják, hogy az nem 50%, csak 37%, vagy most akkor adjuk hozzá az egyéb nyugdíj jellegű járandóságokat, és próbálják az egészet feszegetni, miközben ugyanezek a majdnem azt mondtam újságírók, korábban nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy mondjuk akkor ugrik-e egy 13. havi nyugdíj vagy fizetés. Igen, és hát azért itt 1.660-70 ezer emberről beszélünk, ennyi nyugdíjas él Magyarországon. És érdemes egy kicsit ilyen kitágítva tekinteni erre, hogy ugye 2010 óta valóban ez egy sarokpont volt, hogy a nyugdíjaknak a reál értékét, a vásárló képességét, azt meg kell tartani, és hát ezt az ígéretet teljesíti, nyilván egy feszített helyzetben, de láttuk, hogy ezt a Covid alatt is megtette, sőt még ugye tavaly nyugdíjprémiumot is tudtunk fizetni, annak ellenére, hogy már elkezdődött egyéb a gazdasági lejtmenet, mármint az inflációnak a növekedése. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy fontos dolog, hiszen ha nem becsüljük a saját időseinket, azok, akik már letettek valamit az asztalunkra, akkor mit várhat más? És a másik oldal ennek a történetnek, hogy azokról is igyekszik a kormányzat gondoskodni nagyon helyesen, akik, hogy legyen utánpótlás, tudnilik, hogy mikor mi leszünk nyugdíjas korúak, legyen ki befizesse ugye a nyugdíj kasszának az eltartásához szükséges forrásokat, és ugyanígy nem mond le a demográfiai lejtmenetnek a feltartóztatásáról. Tehát ez a két oszlop, ez szerintem egy társadalompolitikának az alapja, és ennek a megnyilvánulása az, hogy természetesen, még ha feszített helyzetben is, de tartják az ígéretet. Sőt, hát lehet, hogy az inkább három oszlop az a kettő, hiszen a fiatalok például, hogy a személyi jövedelemadó mentesség, aztán a családok és... És hát ne felejtkezzünk el, hogy egyébként a rezsicsökkentés ugyanígy ide tartozik, mert abszolút a napi megélhetésnek a csomagjához illeszkedik. Így van. Vegyük észre azt, hogy ez egy más gondolkodásmód. Tehát ahogy ez a grízes hangú bácsi a parlamentben, aki felállt, Dobrev kormány kell, Dobrev Klára kell, csináljuk meg. Tehát ez a bácsi, tehát ez az a helyzet, hogy én értem, hogy ők folyamatosan rosszul vannak attól, hogy tavaly vagy másfél évvel ezelőtt nagy többséggel megint nem volt senki rájuk kíváncsi, mert a Fideszre szavaztak az emberek, mert gondolkodnak, mert emlékszünk pontosan arra, hogy amikor Gyurcsány kormány volt, akkor mi is történt ebben az országban. Hogy amikor megszorítás van, vagy pontosabban valamilyen külső körülmény van, és az ő idejükben mindig volt valami külső körülmény, egyébként akkor is, ha ez egy nagy gazdasági világválság volt, meg akkor is, ha ők maguk sodorták az országot idézőjelben külső körülmények közé, akkor ők mit csinálnak? Mindig az emberekkel fizettetik meg. Megszorítások vannak, elvonások vannak, és közben az ország kiárusítása zajlik, stratégiai ágazatok elkótyabetyélése, erezd el a hajamat, külföldi tőke beengedése, meg mindent szórjunk a nyugati tőke és a globális tőke lába elé, a magyarok megfizessenek. Ez a Gyurcsány korszak. Ezt akarják ők visszahozni, csak csomagolják ilyen ostoba lózungokba. Az Orbán kormány pedig mit csinál? A legnagyobb nehézségek idején, Covid után, háborús helyzetben, szankciós helyzetben, akkor, amikor nem kevesebben, mint 3000 milliárd euróval tartozik az Európai Unió, mondom még egyszer, tartozik, tehát hogy nem arról van szó, hogy adjuk vagy nem adjuk, ez nem egy ilyen eldöntendő kérdés, hanem az a mi pénzünk, ekkor is teljesen természetesen a nyugdíjasoknak megadja azt, amit megígért. Ahogy Orbán Viktor ma reggel mondta a rádióinterjúban, az mégsem járja, hogy tisztességben megőszült emberek azon kelljen, hogy tördeljék a kezüket, hogy vajon egy ilyen helyzetben most ők megkapják-e azt, amit megígértek nekik, vagy nem. És ha az a kérdés, hogy egyébként az államháztartás ez megengedheti-e magának, a válasz az, hogy nem engedheti meg magának, mert nem jó a helyzet. De mégis kifizeti a kormány, kerül, amibe kerül, mert egyszerűen van az emberben szolidaritás. Ilyenkor szeretem, amikor jönnek azzal, hogy az elrontott orbáni gazdaságpolitika, miközben annak idején egyébként az elrontott gyurcsányi gazdaságpolitikának köszönhettük a legtöbb megszorítást, hiszen azokat az általuk behívott IMF diktálta leginkább abban az időszakban. Hát igen. Meg is remeg az ember gyomra, hogyha arról beszél Gyurcsány Ferenc, hogy is mondja, vigyázni fogunk rátok. Igen, a haza vigyáz rád! Hát vigyázz, nem is mondom, hogy kire vigyázok magamra, ha megengedi.
Folytassuk egy brüsszeli hírrel, hiszen az uniós intézmények megint folytatják a lopakodó hatáskör elvonást a migránskvóta áterültetése érdekében. Mindenről Rétvári Bence belügyi államtitkár számolt be a tegnapi belügyminiszteri tanács után. A csütörtöki ülésen Brüsszel visszaélt a hatalmával, hiszen korábban egyértelmű döntés született arról, hogy minden migrációval kapcsolatos kérdésben egyhangúság kell az Európai Unióban. Ennek ellenére minősített többségi döntéssel fogadták el a krízisrendeletet, közölte Rétvári Bence. Az Unió tehát megint szembe ment a saját döntésével, megint átírta a saját korábbi döntését, nem tartotta be a korábbi, saját maga által előírt egyhangúságot, és áterőszakolta minőségi többségi döntéshozatallal a saját javaslatát, fogalmazott a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Hát ez ugye egy újabb szeg lenne abba a koporsóba, amit a jövő hétre készít elő a közép-európai államok számára az Európai Unió, ez az úgynevezett migrációs paktum, amellyel kapcsolatban egyébként Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő már bejelentette, hogy ők bizony megvétózzák, és hát komolyabb összegben mernék fogadni, hogy a magyar kormány is ezt fogja tenni, hiszen július 6-i kormányinfón bejelentette Gulyás Gergely, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez, hogy meggátolják ezt a bizonyos migrációs paktumot. Akkor most megint jönnek majd a büntik, mert a lengyelek meg a magyarok vétóznak. Na jó, de most gondoljatok be, hogy az is milyen, hogy a 27 Európai Uniós tagállamból 4 szólnak hozzá ez a vitához. Franciaország és Németország támogatja, Lengyelország meg Magyarország meg azért szólal föl, hogy na, elmentek a fenébe, hát ne szórakozzunk egymással. A többiek néma csöndben. Tehát szeretném kérdezni, hogy ilyenkor egyébként a baráti Olaszország is hol van, amelyiknek tudjuk, hogy egy speciális helyzete van mindenféle értelemben, de akkor is árulkodó. Az is árulkodó, hogy miért akarják ezt nagyon gyorsan most megint áterültetni pont az uniós választások előtt, hogy esetleg lehet, hogy attól félnek, hogy megváltozik a brüsszeli bürokrácia, és egy év múlva már lehet, hogy le is söpörnék, vagy egyáltalán napirendre se vennének egy ilyen elmebajt, amely 2015 óta mérgezi ennek a kontinensnek az életét, ez az egész szervezet migráció, és hogy egyébként ma hallottuk a miniszterelnöktől, kiváló mondat ez is, érdemes megjegyezni, és sűrű mondani, hogy az a legnagyobb baj, hogy semmiféle történelmi távlatban nem képesek értelmezni ennek az ellenőrizetlen embertömegnek az Európába áramlását. Nem tudnak konzekvenciákat levonni abból, hogyha ide jön több millió ember, vagy akár több 10 millió ember, az rövid, közép és hosszú távon mit fog majd okozni az európai kontinens életében. Tehát próbálnak belőle egy ilyen jó emberkedő emberjogi vagy emberi jogi kérdést csinálni, ami nonsense. Hát nem erről szól a probléma. Nem arról szól a probléma, hogy az ide bevándorlók 99%-a semmilyen háború elől, sehonnan nem menekül, se vallási, se más dolog miatt nem üldözik, hanem egyszerűen jobban akar élni. Ami, már bocsánat, nem, most ezzel lehetne vitatkozni, hogy az alapvető emberi joge, addig igen, amíg nem sérted egy másik embernek az emberi jogait. Ilyenkor szoktam mondani, hogy ki foglalkozik a vajdasági magyarokkal, meg ott a szerb-magyar határon élő, vagy a szomszédos falvakban élők, kis életével, amit gyakorlatilag tönkretettek és lenulláztak, az ő emberi jogaik mégis hol vannak? Tehát megint ott tartunk, hogy Brüsszel egy teljesen rossz választ ad erre az egyébként mindannyiunk életét folytogató problémára, és ha előrenézünk 5-10-20 évre, hogy ennek mi lehet a következménye, az egyszerűen beláthatatlan és drámai. De olyanok, mintha nem fognák föl, miközben nem arról van szó, hogy nem fogják föl, csak ezért fizetik őket. És hát látjuk azt, hogy hogyan szorul vissza Európa a saját határain belül egyébként, tehát hogy hogyan alakulnak ki nógozónák, most akkor Lampedusa szigetéről, ugye egy 6000 lélekszámú sziget, ahol most már jóval többen vannak oda került migránsok, tehát egy egyszerűen feladjuk a saját életterünket, a saját területünket, az a fölötti diszponálásnak a lehetőségét. Tehát magyarán azok az emberek, akik ezt erőltetik, nem európai érdekeit tekintik elsődlegesnek. És igazából ez a legsúlyosabb probléma, mert nagyon nehéz ezzel szemben megnyilvánulni, tehát amikor döntéshozó pozíciókban olyanok ülnek, akik nem az európai érdek szerint cselekszenek, az egy másik kérdés, hogy ez vajon milyen érdek, mert ugye szoktuk a föderalista, meg ugye szuverenista álláspontot feltüntetni, de szerintem ez már ezen is túlmegy,
mert ez inkább egy még inkább, tehát az Európa határain kívülről érkező elgondolásnak a való megfelelés, úgyhogy szerintem a helyzet az tragikus, és tényleg ilyen értelemben az, hogy a lengyelek és a magyarok még megmernek szólalni, még meg tudnak szólalni, ugye nem véletlen, hogy a lengyel választás az mennyire lényeges mindannyiunk számára. Ez ilyen utolsó mencsvár. Ugye éppen a miniszterelnök mondta el, hogy most már a szlovákok is visszakoztak ebben a tekintetben, ami egy szomorú hír. Egyébként, hogy Lampedusa milyen jó példa arra, hogy ki milyen érdeket képviselhet az Európai Unióban, azt szerintem jól mutatja, hogy Ursula von der Leyen odautazott, sopánkodott egyet, hogy úristen, micsoda borzalmas állapotok vannak, majd visszajött Brüsszelbe, és azt nyilatkozta, hogy akkor biztonságos folyosókat kell nyitni az európai érkező migránsoknak. Valahol itt a logika azért megbicsaklik. Megbicsaklik egyébként az olaszoknak a mentségére legyen mondva, hogy pont itt a Ursula von der Leyen-es látogatás keretében ugye azt mondták, hogy számukra az a típusú politika, amit Brüsszel képvisel ebben a tárgykörben, az teljes mértékben elfogadhatatlan, és azért most már két ütemben is nagyon komoly szigorításokat jelentett be Meloni. Egyébként nagyjából egy nappal azután, hogy Orbán Viktorral találkozott Budapesten, tehát azért volt egy ilyen hatása legalább ennek a magyarországi látogatásnak, hogy gyakorlatilag hazautazott és rögtön bejelentett azért nagyon komoly bevándorlásügyi szigorításokat, mert tényleg elképesztő a helyzet Olaszországban, tehát aki járt az elmúlt időszakban bármelyik olasz régióban, azt tapasztalja, hogy gyakorlatilag már hát sok részlet felismerhetetlen, mert annyira elárasztották a bevándorlók őket. Nem véletlen egyébként, hogy ebben az ügyben azért van egy típusú elmozdulás az olasz politika esetében is, és ugye jövő héten lesz majd Európai Uniós csúcs, ott majd várhatóan megint komoly viták lesznek ebben a kérdésben. Zsuzsi említette, hogy milyen fontos a migráció elleni harcban a lengyelországi választás tétje, de van itt egy másik választás, amelynek a tétje szintén nem elengedhetetlen, tehát ezzel is foglalkoznunk kell, hiszen Robert Fico az egyik esélyes a holnapi szlovákiai választásnak, bejelentette, hogy ha hatalomra jut, akkor szándékában áll erősíteni a V4-ek együttműködését, hogy ne nyomhassák el őket Európában a föderalista erők. Lássuk! Robert Fico szeretné, ha a parlamenti választások után újraéledne az együttműködés a V4-ek között. Ezt szerinte szándékosan verték szét, mert a nyugati világ nagy országai nem akarják, hogy négy ország együttműködjön és megvalósítsák elképzeléseiket. Fico bízik abban, hogy az Európai Unió elég gazdag és erős ahhoz, hogy az illegális migrációval szemben védekezni tudjon. Ehhez azonban nem szabadna, hogy a Soros klánnak ekkora befolyása legyen az európai politikára, amekkora sajnos van. Hát én szurkolni fogok holnap, mert még emlékszem arra az időszakra, amikor a közép-európai érdekérvényesítés a V4-ek egységének köszönhetően sokkal erőteljesebb volt, mint mostanában. És ezt azért hozzá kell tenni, hogy nem nagyon szoktam szociáldemokratáknak szurkolni választásokon, de lássuk be, hogy a Robert Fico pártja azért felemelkedik a szociáldemokrata érdekeken, és látja, hogy mi a saját hazája érdeke. Hát nekünk valahogy nem jutnak ilyen szociáldemokraták. Én most pont a héten két napot voltam Felvidéken, és ott beszéltem az ott élő magyarokkal, és engem elsősorban az érdekelt, hogy milyen vélemények vannak mondjuk Robert Ficóról, mert emlékeznek rá azért még, hogy amikor ő volt kormányon, akkor bizony születtek magyar ellenes intézkedések, és nem volt felhőtlen a viszony Magyarország és Szlovákia között, és azt mondták az ott élő magyarok, hogy az elmúlt években jelentős változást látnak, és úgy gondolják, hogy azért Fico megbánta mindazt, amit mondjuk a magyarsággal akkor tett, és ők azt mondják, hogy szavaznak ugye a szövetségre, amelyik a magyar összefogás vagy formáció most jelen pillanatban a Felvidéken, és azt remélik, hogy mondjuk a szövetség valamilyen koalíciós partnere tud majd lenni egy Fico kormánynak. Tehát most nagyjából ez a felvidéki magyarságnak az álláspontja, ami abból a szempontból jó lenne, egy ugye a magyar érdek az megjelenne, érvényesülne Szlovákiában, emellett egy olyan kormány lehetne Szlovákiában, amely gyakorlatilag mind a migráció kérdésében, mind a háború ügyében, mind a nemzetállami szerepben azonos álláspontot képvisel a magyar kormánnyal, és akkor végre nem az lenne, hogy a V4-en belül, amit az elmúlt időszakban
időszakban látunk, ugye, hogy a csehek teljes mértékben befeküdtek az amerikai nyomásnak, hát Szlovákiában gyakorlatilag nincs is kormány, tehát egy ilyen ügyvívő, nem tudom micsoda van, aminek teljesen súlytalan, ők is sodródnak az eseményekkel, és hát reméljük akkor, hogy októberben Lengyelországban is sikerül a jobb oldalnak nyerni, és akkor valamelyest ez a V4-es együttműködés erősödhet. Még Csehországba kéne egy jó reggelt. Hát vagy Ausztriában akár. Tehát ezért ez a közép-európai régiónak az egybetartása az elképesztően fontos lenne. Tehát a normalitásnak, a józan gondolkozásnak a magja azért most itt összpontosul, mégiscsak a Európának ezen a keletebbik részén. Nyilván a történelmi tapasztalatok, meg az, hogy nekünk nem volt annyira zökkenőmentes a múltunk, mint a nyugati szerencsésebb országoknak. Itt azért érzékenyebbé tesz bennünket arra, hogy felismerjünk egyébként evidensnek tűnő, vagy számunkra evidensnek tűnő olyan történelmi folyamatokat, amiket valahogy nyugatra nem akarnak észrevenni, vagy nagyon nagy késéssel. Úgyhogy elképesztően fontos az, hogy valóban Szlovákia is, és Lengyelország is hát ehhez a maghoz tartozzon, és minél erősebb szövetet képezzünk, vagy egy ilyen ellenállási területet. Mersz tippelni, Filip? Hát nehéz tippelni, inkább azon gondolkodtam, hogyha valaki azt mondja nekem 10-15 évvel ezelőtt, hogy Robert Ficónak fogok drukkolni egy választáson, akkor biztos, hogy mulattam volna egy nagyot. De felejtsük is el azokat az éveket szerintem, és ezt nem valamiféle ilyen ideológiai szélkakas magatartás mondatja velem, hanem egyszerűen az a ténykérdés, hogy a normalitásra kell szavazni minden országban. És ha egyébként egy szociáldemokrata képviseli azokat a patrióta, erős nemzetállami érdekeket, amelyeket láthatóan Fico most képvisel, akkor igenis nekik kell drukkolni, mert ők a mi szövetségeseink, függetlenül attól, hogy egyébként milyen pártzászlaja alatt, vagy milyen színű pártzászlaja alatt vonulnak. Tehát rá kéne végre arra jönni, hogy vannak a szuverén állami törekvések, illetve azok az országok, amelyek próbálják őrizni a saját nemzeti érdekeiket úgy, hogy közben, ahogy a V4-eket létrehozták, és Orbán Viktor vitte az ászlót legmagasabbra tartva, hogy a V4-ek egy komolyan vehető erő volt, és a V4-ek valamit akart a saját hazájának, valamit akart a saját ott élő lengyel, szlovák, cseh és magyar állampolgároknak, valamiféle jólétet, egy szuverenitást, egy létrehozható és kézzelfogható olyan biztonságos szövetségi rendszert, amely mind a négy országnak tökéletesen jó volt. Hát Fico fogalmaz ebben az interjúban, és egyébként valóban így van, hogy amíg erős volt a V4-ek, addig azért Merkel is fölemelte a telefont, meg a francia elnök is, meg mindenki fölemelte a telefont, hogy vajon a V4-ek majd mit szólnak ehhez, mert az egy komolyan vehető tömb. Hát ezért kellett mindenféle soros hálózatoknak szanaszét bombázni ezt a szövetséget. Hát nem tudjuk elképzelni, hogy mi pénzt, paripát, fegyvert fordítottak arra, hogy a V4-eket valahogy elhidegítsék egymástól, és ez részben sikerült is. De közben nézzétek meg, hogy mi történik. A lengyelek is lehet, hogy egy picit letértek erről az útról. Ne is menjünk bele, nyilván az ő viszonyuk speciális Oroszországgal kapcsolatban, tehát ez az egész orosz-ukrán konfliktus miatt szinte azt mondom, hogy majdnem természetes, hogy a lengyelek egy darabig úgy gondolták, ahogy gondolták, és ez lehet, hogy ideig óráig éket nyomott mondjuk a magyar-lengyel kapcsolatok közé, de csak ideig óráig, mert most már látszik, hogy ott is mit mond Morawiecki, mit mond ebben a pillanatban Robert Fico, reméljük, hogy a cseh kormány is előbb-utóbb rájön arra, hogy egyetlen egy út van, hogyha fönn akarunk maradni, és őrizni akarjuk a nemzeti kultúránkat, a saját szuverenitásunkat úgy, hogy nem oldódunk föl egy ilyen multikulti olvasztó tégelyben, politikai, meg mindenféle értelemben, az a megmaradás záloga, az, hogy erősnek kell lenni, össze kell fogni, és nem hagyni, hogy mindenféle globalista elmebajok befolyása alá kerüljenek az országaink. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy hajrá Robert Fico, és nagyon remélem, hogy a magyar, felvidéki magyar közösségek kellő képviseletet fognak majd kapni a parlamentben. Nem akarok itt mindenféle fantazmagóriába belemenni, de most képzeljétek el csak egy pillanatra azt, hogy mondjuk a V4-ek kiegészülnének még egy Szerbiával, azt hiszem, hogy akkor az valószínűleg a nyugat-európai tömböknek egy rémálom lehet. Eret vágnának.
És ha már annál tartunk, hogy Európa másik fele, hogy szeret nekünk esni, akkor ne menjünk el amellett sem szó nélkül, hogy korábban az volt a legnagyobb felhorkanás, hogy a gyermekvédelmi törvényünknek érvényt szerezve nem lehetett LMBTQ propagandát hirdető termékeket fóliázás nélkül árulni a boltokban. Az ellenben senkit nem zavar, hogy Németországban például kifejezetten tiltott irodalomnak minősítik azt a könyvet, amelyikben azt írják, hogy csak két nem létezik. Lássuk! A Német Családügyi Minisztérium alá tartozó Gyermek- és Ifjúsági Médiavédelmi Központ Indexre tett egy szülőknek szóló füzetecskét. A Last Frauen Sprechen elnevezésű feminista kezdeményezés. Kiút a transzneműség kultuszából című útmutatója vált a cenzúra áldozatává, miután a fiatalokra nézve veszélyes médiaterméknek minősítették. A kiadvány olyan állítólagosan közveszélyes megállapításokat tartalmaz, mint hogy a biológiai nem meg nem változtatható és bináris, a személyiség fluid és sokszínű. Eszembe jött egy nagyon profán hasonlat, de ha most holnap a németek a Bibliára ráütnék, hogy fiatalokra veszélyes, mert hogy én úgy emlékszem, hogy ott is csak két nemet említenek, akkor... Ne adjunk tippeket, De akkor fordítsuk meg a kérdést, mi lenne, hogyha mi ezekre a bizonyos LMBTQ érzékenyítő termékekre ráütnénk egy olyan bérnyeget, hogy fiatalokra veszélyes. Szerintem akkor a nekünk járó uniós pénzeket legközelebb valamikor 2600-ba kapnánk meg. De látod, ők nem pepecsálnak sokat, tehát ők nem fóliázgatnak, egyszerűen betiltják. Jó, hát ott, ahol komoly hagyománya van a könyvégetésnek is, tehát lehet, hogy az lesz a következő. Látom már ilyet, ne adja a jó Isten, hogy újra előkerül. Szóval egyszerűen nonsense, és amit mondasz a Bibliával kapcsolatban, szóval az a szomorú valóság, hogy Németország már odáig jutott, hogy például a nagy egyházaknak is nehéz neki támaszkodni, ha ott mondjuk valaki konzervatív gondolatokat merészelne fölvetni, mert azt is idézőjelben bedarálták. Tehát, hogy én nem tudom, hogy Németországra milyen sors vár, nem jó belegondolni. És hát bájos az, hogy egyébként ezt egy feminista írónő jegyzi, tehát úgymond a saját farkába harapott a történet, tehát a feminizmus is, ugye ez a radikálisabb ága, ez azt mondja, hogy bocsánat, de férfiak és nők léteznek a világban, és ugye most már erre sincsen igény Németországban. De ami borzasztó, hogy milyen kultúra az, aki ott hagyja a bajban a gyerekeket, mert ez a könyv ez arról szól, hogy ha valakinek a saját identitásával kapcsolatban kétségei vannak, annak segítsünk. Nem azt mondja, hogy neveld át, hanem hogy segíts, próbálj meg megérteni, hogy milyen traumák okozták ezt, hogy mi esetleg a pornófüggése alakult át ilyen irányba, és hogy ezeken a pontokon annak a fiatalnak segítsünk. Na most, amikor egy országnak a család védelmi hivatala, vagy nem tudom micsodája, igen, tehát hogy ők mondják azt, hogy ez tiltott terület, és hagyjuk magukra, tulajdonképpen indirekt módon ezt mondják, hogy hagyjuk magukra ezeket a gyerekeket, csináljanak, amit akarnak, érezzék azt, amit akarnak, és mossuk kezünket. Hát hogyan lehetséges ez? Tehát szerintem ez egy kultúráról egy olyan szomorú bizonyítvány, amikor a gyerekeiket hagyják odaveszni, hogy szülőként is nagyon nehéz erre tényleg szavakat találni. Nekem az jutott eszembe a hír hallatán, hogy gyakorlatilag a liberalizmus az új ilyen diktatúra, tehát ugye miről van szó, nem lehet választani. Tehát a szülő nem választhatja gyakorlatilag azt, hogyha ezt akarja otthon adni a gyereknek. Ugye Magyarországon miről van szó, a szülő azt csinál a gyerekkel, amit szeretne, tehát törvényi kereteken belül, de hát bemehet a könyvesboltba, bármilyen könyvet választhat, annyi, hogy le van fóliázva olyan, ami egyébként hatóságilag olyan jogszabály alá, vagy olyan területre tartozik, de ettől függetlenül a szülő dönthet, választhat. Németországban már döntési jogot is elveszik az embertől, mert egyszerűen betiltják ezeket a könyveket, tehát itt lehet majd akkor Brüsszelben vitatkozni arról, hogy akkor most melyik a jogállam, melyik a demokrácia és melyik nem. A mi nézőink alapvetően felnőttek, tehát mindenféle döntési joguk megvan arra, hogy a következő részben is minket válasszanak. Azt is megmutatom, hogy miért tegyék mindezt. Polip. A datadaton keresztül zajlott az amerikai beavatkozás kísérlete. Polip. A datadaton keresztül zajlott az amerikai beavatkozás kísérlete.
Jó estét, folytatódik a Vezércikk Máté Zsuzsával, Deák Dániellel és Rákai Filippel. Hónapok óta olvashatunk híreket a dollár baloldal működéséről, amelyet most részletes cikk sorozatban foglalt össze a Magyar Nemzet. Sorozatuk mai írásából kiderül, hogy milyen szerepet tölt be a Gyurcsány kormány volt titokminisztere és a volt szocialista miniszterelnök által irányított datadat cégcsoport ebben az egész szép nagy hálózatban. Lássuk! A datadat cégcsoport nem valódi profitorientált vállalat, hanem egy olyan globalista kampányszervezet, amelynek elsődleges feladata a magát progresszívnek nevező baloldal támogatása a nemzeti, konzervatív erőkkel szemben. A datadat működése és személy összetétele újabb bizonyítéka annak, hogy Bajnai Gordon és Ficsor Ádám elkötelezett az amerikai baloldalnak, és gyakorlatilag a demokraták és az őket támogató globalista hálózat magyarországi összekötőiként vagy meghosszabbított karjaiként működnek. Szerintem nem túlzó egyébként a címben szereplő polip, amit szerkesztő kollégám adott, mert ugye, hogyha egy jogellenes tevékenységre egy hálózatot létrehoznak, azt úgy hívják, hogy bűnszervezet. Ebből a világon még talán mint most is a leghíresebb az olasz maffia. Itt pedig csak annyi a különbség, hogy egyelőre nem mondta ki bíróság, hogy ezt bűncselekmény elkövetésére hozták volna létre, de a szervezettsége az látható. Viszont ha történik egy ilyen ítélet, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen majd ezt is bűnszervezetnek hívhatjuk. Addig még nem. Nagyon várom a pillanatot, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Kicsit türelmetlen is vagyok, és kicsit elégedetlen is, hogy mi történik már. Nyilván lassan őrölnek az igazságszolgáltatás malmai, de azért az mégiscsak nonsensz, és erről nem elég sokat beszélünk szerintem. Sokat, de nem elég sokat. Hogy azért itt olyan beavatkozási kísérlet, és nem is csak kísérlet, ez egy beavatkozás volt gyakorlatilag a magyar közügyekbe, ami teljesen példátlan a rendszerváltoztatás óta. És Karácsony Gergely meg az összes többi magyarázkodhat kis meg nagy ládikákról, meg nem tudom milyen mikroadományokról, hazudhatnak napestig folyamatosan. De a tény attól mégiscsak tény, és annyira világos, hogy tényleg csak az nem látja, aki nem akarja meglátni, hogy valóban ez az egész datadatféle csapat, ahogy a Magyar Nemzet egészen elképesztően profi cikk sorozatában írja, ha hihetünk ennek a cikknek, már pedig szerintem hihetünk, akkor egy nagyon jól fölépített hálózatnak egy magyarországi vagy kelet-európai lába, amelyen keresztül ezeket az aktivistákat lehet fizetni, amelyen keresztül egyébként magyar választói adatbázisokhoz férnek hozzá, emlékezzünk az ostoba SMS-ekre, de nem az a lényeg, hogy az tartalmilag mennyire volt béna, mert ezek még hála jó Istennek hülyék is egy kicsit, tehát nem csak az árulók, hanem dolgozni se szeretnek, meg azért van baj ott a rendszerben, de ezzel együtt, de lehet, hogy legközelebben nem lesz baj, és nagyon veszélyes, amit csinálnak. És hogyha valaki elolvassa Bajnai Gordon életútját, meg Ficsor Ádámét, ugye emlékszünk rá, hogy ő néhány hónapig volt titokminiszter a szoci kormányok idején. Aztán egyszer csak lemondott, mert hogy ő képviselő szeretne lenni, és az összeférhetetlen. És akkor véletlenül eltűnt, mert Amerikában továbbképezték egy kicsit, vagy fejtágítóra, vagy fejszűkítőre vitték, nézőpont kérdése. És aztán egyszer csak újra megjelentek a színen, ugyanaz a kör, és hogy nem, hát a Karácsonynak a New York-i embere, a nem tudom milyen Dávid, Korányi Dávid, bocsánat, meg a Bajnai, meg a Ficsor Ádám, meg ezek, hát ott van benne a titkosszolgálatok nyilvánosságra hozott iratába, hogy kiken keresztül, honnan, hova mentek pénzek, tehát nem kell rajta gondolkodni, hogy ezek itt mit csináltak, meg mennyi pénzből, az is kiderült, vagy legalábbis egy jó része. Ez az én megítélésem szerint a hazaárulás minősített esete. Nagyon remélem, hogy a bíróságok is hasonlóan vehemensen fogják ezt gondolni. Azt úgy fogalmaztál, hogy ez mennyire félelmetes, de szerintem ennél sokkal félelmetesebb akár az is, hogy David Pressman pedig szinte megfenyegetve a magyar hatóságokat közölte, hogy mennyire veszélyes az, amikor mi itt arról beszélünk, hogy valaki megpróbált beavatkozni a belügyeinkbe, úgy, hogy mindeközben egyébként az Amerikai Egyesült Államokban ezt nagyon szigorú törvények szabályozzák. Hát próbálnál tehát egy ilyen politikát felépíteni az USA-ban. Már rég 466 évre leültettek volna. Ne vicceljünk. És nagyon fontos az, hogy, és azért is jó, és érdemes tényleg akkor is nekiállni ezeknek a cikkeknek, vagy ennek a cikksorozatnak, hogyha rengeteg szervezetnek a neve jelenik meg benne, tehát egy kicsit olyan bonyodalmas
unalmas olvasni, és tényleg az ember úgy beleszédül, hogy te jó ég, Németországtól kezdve hogyan épül fel ez a szervezet. Azért is fontos ezt történetiségében feltárni, mert ami engem nagyon zavar mindig, hogy hát ugye Karácsony Gergelyről beszélünk, Márki-Zay Péterről, és Gyurcsány Ferenc mintha ott se lett volna, mintha egy ilyen szűzként állna az egész történetben, holott gyakorlatilag az ő holdudvara az, aki mozgatja ezt a szálat, és hát azért jó lenne, hogyha kiderülnének ezek a kapcsolatok is, hogy azért itt nem egy ilyen körön kívül álló valakiről. A haza vigyáz rá, Zsuzsi, sőt, egyébként azt se felejtsük el, hogy ugye ugyanaz a könyvelőiroda intézte a datadat könyvelését, amelyik egészen véletlenül a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőit is. Lényként, hogyha megnézzük, azért Gyurcsány ebben is profi, tehát elviteti a balhét ezekkel a szerencsétlenekkel, tehát Márki-Zay Péter tényleg egy ország röhög rajta a megnyilvánulásain, ugye a Karácsony Gergely is hát nem véletlen volt a kampányban is egy balfék havernak nevezve, mert hát mindent bele is el lehet vitetni, meg tényleg látszik, hogy itt már a adomány ládikáktól kezdve mindent kitalált, mindenféle hazugságot, és ez sem viszél senki, tehát tényleg nem csak a jobb oldalon látják azt, hogy ez teljes mértékben hazugság, hanem a saját támogatói, saját egyébként szövetségesei, politikus társai is sokszor már nevetnek azon, amikor Karácsony Gergelyt elkezdi magyarázni, hogy nem tudom, egy ekkora köteg ilyen pénzhalmaz belefér, nem tudom, mekkora ládikába, tehát tényleg láttam, hogy csináltál egy kísérletet, és elbukott. Igen, próbáltam, kinyomtattuk a méretre vágva mindent, hogy akkor hogyan nézett ki ez a dolog, tehát egyszerűen ezt nem lehet kivitelezni, és ugye Perjes Gábor volt a hatalmas lángész ő is, aki azt merte nyilatkozni, hogy hát próbálják ki otthon, kedves nézők, hogy akkor 526 milliót hogyan lehet bele gyömöszölni egy kis dobozba, hát nem tudom, tehát ez abszurd. Szekunder szégyen érzettem az embernek. Az ember már nem tud el mit mondani. Tehát nevettünk rajta, de ez nagyon, nagyon durva történet, és ami Bicska intogató, az, hogy Karácsonyán kezd ugye el is másolni hozzá, itt a megafontok, ez a minden szóba hoz, de itt arról van szó, hogy valakik több milliárd forintért ezeket az embereket megvették kilóra, és minden egyes fontos kérdésben, amiben egyébként társadalmi konszenzusnak kellene, hogy legyen, tehát a háború ugye tipikusan olyan kérdés, ahol 100%-ban minden politikai pártnak félre kéne tenni ezeket a izéket, és össze kéne fogni, és azt mondani, hogy igen, nekünk a béke az érdekünk. Még ebben a kérdésben is, mert őket megvásárolták külföldről, képesek azt a globalista háborúpárti szöveget felmondani minden nap, ami rendkívül veszélyes Magyarországra nézve. Karácsonyra mondtad, hogy balfék. Lett volna egy harmadik témánk itt a rész vége felé, de úgy látom nem lesz rá időnk, úgyhogy azért egy mondat erejéig említsük meg azt is, hogy az említett Perjési Gábor is nagyon ügyesen tud hazudni, mert saját magát hazudtolja meg egyik napról a másikból a 99 mozgalom adománygyűjtő ládikás történetében. Tehát, hogy... Igen, de hát tényleg, tehát ha lenne két percen, megsajnálnám most már ezt a Karácsonyt is, mert annyira béna, tehát már tényleg nekünk kellemetlen, akik nézzük ezt a szánalmas béna hazudozást, amit előad, tehát egyszerűen minősíthetetlen. Tehát nem akarok durva hasonlatokat mondani, hogy Karácsony hogy viselkedik, tehát az az ember, aki soha semmiért nem vállalja a felelősséget, mint egy angolna, egy vödör, hát ilyen nyúlós anyagban maradjunk, annyiban nem vagyok úgy öltözve, hogy szoktam mondani, hogy egyéb durvákat mondjak, de közben meg mégse vicc ez az egész. Mert nekem ne játssz elő a jól öltözött, vagy bárhogy öltözött idegent, mintha neki ez az egészhez az égvilágon semmi köze nem lett volna. Azért mégiscsak arról beszélünk, hogy valaki besétált egy OTP fiókba, ez a Perjes Gábor nevű ember, és befizetett 500 millió forintot, úgy, hogy közben utána azt mondták, hogy ez adománygyűjtő ládikákból volt, miközben az OTP jegyzőkönyvében ott van, hogy egymás után jöttek még a sorszámok is, összetapadtak, mert annyira új volt a köteg. Ez olyan életszerű helyzet, nem, hogy itt a Zuglóban, vagy a Havanna lakótelepán, vagy nem tudom, Békéscsabán, vagy nem tudom, hol gyűjtöttek, ott mindenki köteg eurókkal, meg fontokkal járkál a zsebében, és akkor megpróbálnak totál hülyének nézni, és ugye az a legnehezebb ebben, amit szintén mondjunk el sokszor, hogy vajon mit kérhettek a hálózatok ezért cserében, mert ez nem úgy, mert nincs ingyen pénz, nincs ingyen ebéd, tehát Karácsony hiába jön azzal, hogy mert ebben nincs közpénz. Ki kérdezte, hogy van-e benne közpénz? Sokkal durvább, ha külföldi pénz van benne, mintha bármiféle közpénz lenne benne. Szerencsére azt, hogy tőlük mit várnak el ezért a pénzért, ezt egészen addig, amíg nem nyernek való választást, sosem fogjuk megtudni, úgyhogy szerintem jobban járunk, ha ez nem is fog megtörténni. Viszont ennyi hazug
ember után most folytassuk egy igazán őszintével. Jöjjön a mi színművész loggerünk, Madarász Lóránt. Szervusz! Szervusztok, drága barátaim, szép estét kívánok mindenkinek. Jon Cristoiu talán egyike a legjobb román újságíróknak, kiváló politikai elemző, aki a minap egy teljesen meghökkentő felvetéssel rukkolt elő. Szerinte a Romániába és az Európába tartó ukrán gabonával megrakott kamionok ellenőrizetlenül szállítják a drogokat Románián keresztül az Európai Unió országaiba. Tavaly novemberében az osztrákok egy rém egyszerű kérdést tettek fel. Mikor fogják a román hatóságok, ha nem is megakadályozni, de legalább felvenni a harcot az ukrán drogcsempész hálózatokkal. Cristoiu szerint sem a román rendőrség, sem a határőrség, sem a vámosok, de még a drogellenes különleges ügyosztály sem foglalkozik ezzel a borzalmas problémával. Hogy miért? Na, ez az a kérdés, amire senki nem tudja a választ. Amit viszont tudunk, az az, hogy Románia északi és keleti határa olyan, mint a lyukas sajt. A vámosokat és határőröket maroknyi dollárért meg lehet vásárolni, és egyetlen egy román politikusnak sem volt és nem is lesz gerince megállt parancsolni ennek a toxikus folyamatnak. Az újságíró azt állítja, Románia schengeni csatlakozását legjobban az ukrán drogcsempész hálózatok várják, hisz ha Románia schengeni tagországgá válik, akkor szabad az út Európa bármelyik tagországa fele. Tudják ezt az osztrákok, és emiatt vétózták és fogják megvétózni Románia csatlakozását a fent említett övezethez. Kell még valamit mondanom, Ildikó? Szervusztok! Köszönjük, Lóránt, ezzel az Ildikó befejezéssel már héten többször találkoztam, de már lassan meg is szokom, viszont azért abban nem biztos, hogy egyetértünk Lóránttal, mert nekünk viszont Románia schengeni csatlakozása azért rendkívül fontos lenne az ottani magyarokkal való kapcsolattartásban. Tehát ilyenkor jön az, hogy melyik ujjunkat harapjuk? Pontosan erről van szó, és ezen gondolkodtam, hogy egyfelől persze a bezzeg Romániát emlegetőknek ezek a példák is azért mutatják, hogy azért finoman szólva a román barátainknál volna mit helyre tenni az államigazgatás és a mindennapi élet útvesztőiben, hogy diplomatikusan fogalmazzak, másfelől pedig hát meg kéne könnyíteni az ott élő határon túli erdélyi székelyföldi magyarok átjutását Magyarországra, és viszont. Tehát az nonsens, hogy órákat kell állni bármelyik határátkelőnél, és nem lehet bejutni Magyarországra és vissza, és emiatt nyilván fontos a magyar kormánynak, és emiatt támogatjuk nyilván, vagy támogatja a kormány a schengeni csatlakozását Romániának, szóval nehéz kérdés. Zsuzsi? Hát igazából minden arról szól, nem? Tehát, hogy a határokat hogyan védjük és védeni akarjuk-e? Tehát, hogyha Románia a határait, a saját népességét meg akarná rendesen védeni, akkor az lenne a természetes folyamat, hogy az Európai Unión belül valóban mi magyarok át tudunk menni a magyar honfitársainkhoz, a túloldalra, ami az unió lényegét jelenteni, hogy egyébként szabadon mozoghatunk. De hogyha a saját, mármint hogy az unió határait nem akarjuk megvédeni, akkor... Én csak röviden, mint látom, már jártam műsoridőt, csak annyit mondanék, hogy a Momentumos barátainknak ezeket a példákat érdemes lenne mindig elküldeni, mert látom ott mind a mai nap így gyönyörködnek, hogy milyen csodaszép hely Románia. De hát úgyse ért. Alapvető szövegértésű problémák van. Egyébként ezt a videót az Európai Bizottságnak is elküldhetnénk, hogy gondolkodhassanak további jogállamisági eljárások indításán. Ennyi volt mára, és ennyi volt erre a hétre a Vezércikk. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Nézőinknek pedig köszönöm egész heti figyelmüket. Hétfőn újra várom Önöket, Fritz Tamás ifjabb Lomnici Zoltán és Móczár Gábor társaságában. Ha lemaradtak adásainkról, bármelyiket visszanézhetik a Hír TV weboldalán. Maradjanak továbbra is csatornákon. Szép estét és kellemes hétvégét mindenkinek!